Köszöntelek benneteket szeretettel, és a mai tanításunk nem nagy bibliai hősökről szól, hanem egyszerű két asszonyról, akik nem is voltak szolgálók, de imádságos szentek voltak a Filippi-beli gyülekezetben, és Szintike és Evódia, akiről szó van, tehát nem Dávidot hozom elő, nem Góliátot, nem Mózest hozom elő, és nem az összes bibliai hősöket, akikről eddig beszéltem, hanem ma két asszonyt szeretnék előhozni, és természetesen nem az asszonyokról szeretnék ma beszélni, és nem két asszonyról, hanem az egységről, hogy mennyire fontos napjainkban az egység. Egység alatt értem, ugye, hogyan járnak ketten együtt, ha nem egyeznek. Itt két asszonyt hoz ki a Szentírás, és összesen itt három igében fordul elő, és így szól ez az ige, és el is mondom azt is, hogy miért hozom elő ezt a témát. Filippi beliekhez írt levél, 4. fejezet 1-3. Annak okáért szerelmes atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, aképpen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim. Evódiát intem, Szintikét is intem, hogy egyetértésben legyenek az Úrban. Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint akik az evangélium dolgába együtt küzdöttek velem. Kelemennel is, és amma többi munkatársaimmal, akiknek neve fel van írva az életkönyvébe. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, mert az Úr közel. A mai témám egység a házba. És nem csak két nőről akarok ma beszélni, hanem valójában ez lehet egy férfi, egy nő, lehet két férfi, két nő, családtag, bárki. Az egységünknek, tudjátok mi a titka? A szeretet. És a mai témám egység a házban. A Zsoltárok 133-as ige azt mondja, hogy íme mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atya fia. Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán, amely lefoly köntöse prémjére. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire, csak oda küld áldást az Úr és életet örökké. Valójában, ami kiváltotta belőlem, hogy erre készüljek, erre az alkalomra, hogy az egységről beszéljek, rendkívül fontos az egység a családba, a gyülekezetbe, a társadalom minden szférájába, amikor a világban ugye nagyon nagy az ellentétek, és mamon harc folyik, és minden nehézség, nekünk meg kell őriznünk az egységet a házasságba, a szülő-gyerek kapcsolatba, és az egész életünkbe rendkívül fontos, hogy példák legyünk, példagyanánk, hogy az a világosság, ami bennünk van, hogy azt kivigyük a világba, és jó példát mutassunk. A Jenések könyve 2.25 azt mondja, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg, addig, amíg eljövök. És ha megnézzük a János evangélium 17. fejezete, a főpapi ima különleges és gyönyörű, és ott is van egy csodálatos ige, a 22-től még, hogy mindnyájan egyek legyenek, mint te én bennem, atyám, és én te benned, és ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, miképpen mi is egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem. És szeretted őket, amiként engem szerettél. Tehát egységről szólnak ezek a csodálatos igék, ahogy az atya a fiúval egységben van, azt szeretné Isten, hogy egységben legyünk. Igen, egység a házban, a házadban, az életünkben, a társadalomban, és egység a környezetünkben. Hát egységben haladni, ez egy csodálatos dolog. Meg kell tartanunk, ami nálunk van. Mi van nálunk? A szeretet, a békesség, az öröm. Ezen valójában dolgozni kell mindannyiunknak. És ezt azért hoztam elő ezt a tanítást, mert a viszálykodás az nagyon komoly dolog, és előbb-utóbb színre hozza e világ Istenét, és a tolvaj nem egyébként lopjon, őjön és pusztítson.
hát mindenkinek a családjába tenni kell érte, illetve lehet, hogy a család is tesz érte és a környezet, hogy visszahúzzon minket az úton, vagy leállítsa a fejlődésedet, és ez nem jó. Soha ne állj meg az úton, és ne állítson le téged a sértődés, a neheztelés. És ahogy ugye a Filippi levélben itt említi a Szentírás, hogy Evódiát inti, és Szintikét is inti, hogy egyetértésben legyenek. Az egyetértés az azt jelenti, hogy nem különbözőségben vannak. Egyetértésben, mi is történhetett itt? Egyetértésben legyenek az Úrban, az Úr Jézus Krisztusban. És hogy azt mondja, hogy dolgozzanak, mert az ő nevük fel van írva az életkönyvébe. Mi kell, hogy dolgozzanak? Az egysége, mert egységben van az erő. És hogy az életkönyvébe ez fel legyen írva a ti nevetek. És örüljetek az Úrban mindenkor. És a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, mert az Úr közel. Hát amikor az emberbe elkezdenek visszájkodni, haragudni, neheztelni. Ez a két asszony együtt szolgált, és valami történt közöttük. De ez lehet egy férj, egy feleség, ez lehet két barátnő, ez lehet bármi is. A világ, a család, ahogy mondtam, visszahúz, és időnként lehet, hogy kimerülsz. És nekünk pedig az egységet meg kell tartani, mert egységben szeretet van. Mert az egység titka a szeretet, az Új Szövetség egyetlen egy parancsolata. Meg kell cselekedned, amit Isten akar. Isten felkészít minket, és igenis, hát azért táplálom benneteket a tiszta, hamisítatlan tejjel, hogy azon növekedjetek. És szükség van jó tanításra és kiigazításra, mert ebben az időszakban egy kicsit elhidegült a társadalom. És elhidegülés volt abban az időben, amikor Józsefet is, a Biblia Józsefet irigység vette körbe a citra ruhája miatt. Nem szabad, hogy fél, hogy aggódjál. Mi egy szellemi család vagyunk, és szellemben, lélekben és testben együtt kell egymást támogassuk. És hát az egység titka a szeretet, az irgalom. És nem szabad, hogy egymást megemészszük, és egymást lefárasszuk. Az Úr kezébe veszi a dolgokat, és ne téged használni, hogy te példa legyél, példa gyanát. Alázatra van szükség ahhoz, hogy tudjuk egymást szeretni időnként, mert könnyű azt szeretni, aki minket szeret. Rendkívül fontos, hogy figyeljetek oda, hogy hogyan élitek a mindennapjaitokat. Ó, hát egy kis viszálykodás, gondolják az emberek. Ó, egy kis nézeteltérés. De látjátok, itt valaki majdnem meghalt, fiatalon. És tudjátok miért? Mert összeomlik az a ház. És nagy lesz a romlása. És az nem jó. Tehát köszönjük az Urat a kegyelmét, hogy ad erőt a terheinkhez, hogy le tudjuk küzdeni, és világosságot a helyes döntések hozatalához, és segít, és munkálkodik az életünkben. Erről a két asszonyról beszélek ma, akinek a nevét épp hogy csak megemlíti Pál apostol a Filippi belieknek írt levelébe. De ebből a néhány mondatból nagyon sok mindent megtudunk a Filippi gyülekezetről, a két keresztény nőről, mert Pál apostol egy lelki gondozói munkáját is itten megláthatjuk. Amit tudunk, azt, hogy Evódia és Szintike. Hát mit tudunk róla? Először is nagyon szépet említ az apostol, azt mondja, együtt küzdöttek velem az evangéliumért. És 9 év telt el, hogy Filippibe először elhangzott Úr Jézus Krisztus szent neve egy bizonyos ima órán, és az Úr megnyitotta Lídia szívét az evangélium előtt, és az pedig megnyitotta a házát, hogy ott tartsanak alkalmat. Aztán a gyülekezet nőtt, növekedett, és egyre többen csatlakoztak hozzá, és lettek Jézus Krisztus tanítványai. És ezek közé tartozott ez a két asszony, akik idővel az evangélium harcosává váltak. Komoly imaharcosok voltak. És Pál úgy írja ezt le, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy az evangéliumért harcolni kell. És hát azt mondja Pál apostol, hogy ők vele együtt küzdöttek az evangéliumért. Tehát szívügyüknek tekintették. És erről a két asszonyról olvasunk, akik Pál harcos társai, bajtársai. Nagyon szeretem, hogy a mentősök, amikor a tévében kijelentik, hogy a bajtársai mentek a mentőn, és megmentettek életeket és egyebeket. Hát mi is az Úrban mondhatnám, hogy bajtársak vagyunk, és
ennek kéne legyen az egész életünk, és ez kéne tükrözze, hogy jó atyafi módon egymást támogassuk hitben és szeretetben, még ha el is fogja valami bűn az embert, hogy akkor nagyon gyorsan visszatérjünk arra, hogy az evangéliumért dolgozzunk tovább, és ne essünk ki. Mert az evangélium ügyért sokféleképpen lehet harcolni, de a lényeg az, hogy imaharcos volt ez a két asszony, és évekig a törésre is imádkoztak, és Pál apostol mellett voltak, és nagy dolog az, hogy ezt boldogan végezték, ezt a munkát. Tehát, és Evódia és Szintike ilyen keresztények voltak. És a Pál apostol azt írja, ugye itt a könyvében, hogy akiknek a neve a hármasikében, akiknek a neve fel van írva az életkönyvében. Először ezt tudjuk meg róluk. De aztán megtudunk valami szomorú hírt is, hogy ez a két asszony összeveszett valami. És nem értettek egyet, hangsúlyozom, nem én ma nem két asszonyról beszélek. Ez lehet egy házasság, lehet egy főnök, beosztott viszony, lehet bármilyen viszony, de lehet egy házasság is, de lehet egy baráti viszony, lehet egy szülő-gyermek viszony. És ez az asszony valamin összeveszett, ez a két asszony. És ennek híre lett a gyülekezetbe, és a szomorú hír eljutott az apostolhoz. Pál apostol ekkor börtönben van, és éppen ezért még egy rövid levélben is kitér erre, mert fontos ügynek tartsa, és ugye a Szentírás azt mondja a második igen, hogy Evódiát intem, Szintikét is intem, hogy egyetértésben legyenek az Úrban. Mi az Úrban járunk mindannyian, akik itt vagyunk. Egyetértésben kell legyünk. Nem mondom, hogy tökéletesek vagyunk. Senki nem tökéletes, csak Úr Jézus Krisztus volt. De nagyon gyorsan egyetértésre kell, hogy térjünk. Miért? Mert a mi nevünk fel van írva az életkönyvében. És az Úrban nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne legyünk egyetértésben. Hogy állandó megosztás legyen, akár a házasságban, a családban, a baráti kapcsolatban, vagy akár a gyülekezetben. Mert néha az emberek behozzák, ami otthon van, vagy bármi is legyen. És a két asszony valami összeveszett, nem értettek egyet. És hát a hívők is megkísérthetők, és mindenkivel megesik, hogy szembe kerülnek egymással. Akik egyébként együtt küzdöttek az evangéliumért, és szívüket, lelküket adták oda, ahol Isten növekedést ad, és a gyülekezet erősödik, mint így Filippiben, az ördög mindent elkövet, hogy összeugrassza a hívőket, hogy békétlenséget támaszol, és ez nekünk fontos, hogy észrevegyük, mert itt tudunk ellene védekezni. Amikor te növekedsz, kapsz fizetésemelést, jobb állásod lesz, gyarapodnak a gyerekeid, és a te életed is egy kicsit gyümölcsöző, a sátánnak ez nem tetszik. Meg fog próbálni téged, és ki fog hozni. Ki fog hozni a hitből, a szeretetből, és a kapcsolataink, a családi kapcsolat a legérzékenyebb pontunk, és ott okozza a sátán a legtöbb súrlódást. Onnan jönnek a legtöbb csalódások, nehézségek és egyebek. A gonosz támadja a gyülekezetet, de támadja a családodat, főleg ha elkezded az igét tanulni, és növekedsz, és fejlődsz, és éhes a szíved, és békétlenséget akarsz szítani az életedbe. És ez nem magánügy már. Azért kell beszélni, mert Pál apostol is előhozta, nekünk a nevünk már fel van írva az életkönyvébe. Hosszú távon nem engedhessük meg magunknak a viszálykodást, a nézeteltérést, a súrlódásokat, mert sok kicsi sokra megy. És ez előbb-utóbb el fog tőlünk kérni valamit. Akár a családi egység békéjét, akár válás, akár szakadás, akár baleset, akár még halál is lehet ebből. Nem akarjuk, hogy senki mozgássérült legyen, vagy azt mondja, hogy nem érdemes, mert Isten nem segít neki. Hát segíts magadon, Isten is megsegít. És tudnunk kell, hogy nekünk vigyázni kell arra, amit kaptunk az Úrba. Mit kaptunk? A hitet. A hitnek a csodálatos kegyelmét megkaptuk, ami szeretet által működik. És a jelenések 2:25 azt mondja, nem, ami nálatok van, megtartsátok. Mi van nálunk? A hit és a szeretet. Hát vigyázzatok,
és imádkozzatok. Filippiben egy feszültség keletkezett a két asszony között. De lehet, hogy nem Filippiben van, hanem akárhol az ország bármely részén van, és feszültség keletkezik, akár családtag, akár férfeleség, akár a gyülekezetbe. És ezen örködni kell. Itt konkrétan most nem a gyülekezetről beszélünk, hanem beszélek arról, hogy hogyan őrizd meg magadat az otthonodba, az életedbe. Hát ha véletlenül behúzod a gyülibe, akkor itt is kell vigyázni, hogy a gonosz ne illesse a gyülekezetet. Gyógyítani kell Krisztus testét. Nem tudjuk, hogy ez a két asszony mind veszett össze. Tulajdonképpen soha életemben nem tanítottam Szintikéről, megmondom őszintén, de még Evódiáról sem. Mert nem voltak egy olyan nagy bibliai hősök, de valamiért benne vannak a Szentírásban, és méghozzá azért, hogy különbözőség keletkezett az ő életükben. Nem tudjuk, hogy mi vesztek össze, de tudjuk, hogy a régi természet, az óemberi természet az újjászületés után is megmarad, még akkor is, ha képezzük magunkat és növekedünk, fejlődünk az Úrban, de le kell küzdenünk a hústestünket, mert mindannyiunknak van hústeste, és néha felüti a rossz a fejét a házasságba, a szülő-gyerek kapcsolatba, munkai kapcsolatba. És Pál apostol ezt a régi természetet ó embernek nevezi, ahol esetleg hiúság, büszkeség, versengés vagy csak egyszerűen harag van a családtagoknak egymás irányába. És persze a szent lemünk akar már ezen uralkodni, és ő akar felül kerekedni, de az ó emberünk meg lehet, hogy le akarja nyomni. Mert érzékenység, vagy sértődékenység van, és néha vetélytársakat csinál a sátán azokból is, akik egykor valamikor nagyon jó kapcsolatban voltak, és hatalmas egységben, és azt mondták, soha el nem hagylak téged, és a halál sem választhat el minket egymástól. És aztán valami történik, és ez lehet a családban, lehet a társadalomban, lehet bárhol, és még akár egy gyülekezetben is. Tehát nem értékeljük túl ezeket a dolgokat, de ezzel a nyomorúsággal, mert én nyomorúságnak nevezem, amikor nincs egység, akkor kiszorul a szeretet az egység hiányába, sajnos e világ istenét hívjuk be az életünkbe, akkor neheztelünk vagy haragszunk. Nem riadunk meg, de nem szabad megtűrni sem a házasságodban, sem a közösségedben, sem a kapcsolataidban, és semmilyen közösségben. Tehát Pál apostol mit tett itt? Evódiát és Szintikét inti, hogy ne párbajozzanak egymással, hanem bajtársként harcoljanak az evangélium igazságáért, vagyis szeretetbe haladjanak előre, egységbe. Hisz hogyan járnak ketten együtt, ha nem egyeznek? Ők speciál ugye egy gyülekezetnek voltak a tagjai, és ők összevesztek, és az a gyülekezet ilyen értelemben akkor nem épült általa. De én nem csak erről szeretnék beszélni, hálát adunk Istennek, hogy egység van nálunk, és békesség van. De bizony sok családban nagyon sok nehézség van, és nézeteltérés, és ezek a gonosz időkben vagyunk, amikor egymás ellen támadnak a családtagok is. Hát sokszor az emberek egymásnak nem merik megmondani, vagy a hátuk mögött bírálják, és a hátuk mögött mondanak olyan dolgokat, ami illetlen egy kicsit a Szentírás szerint, és bizony pletykának is lehet nevezni. Én nem szeretem a pletykát, nem szeretem a pletykahordozást, nem is hallgatom meg a pletykát, én nem akarok pletykahordozó lenni. Ha véletlenül olyan hírt hallok, ami számomra nem kedvező, és esetleg a szívemnek fáj, akkor rögtön bocsánatot kérek az Úrtól, hogy bocsáss meg, Uram, hogy én ezt meghallgattam, és ez hújjon a földbe, és alul nem verhet gyökeret, felül gyümölcsöt nem hozhat. Én nem fogom a pletykákat hordozni, se terjeszteni, hogy ne terebélyesedjen az életembe, mert az ki fog hatni akkor a szolgálatomra, a házasságomra, a gyerekekkel való kapcsolatra, és minden területére az életemnek. Tehát legyünk fegyelmezettek, és van, aki az illető háta mögött csak kesereg, mik vannak a társadalomban, a gyülekezetben, a családunkban. Aztán a hozzáállás, azt mondom, van, aki falasz a vétkeseknek. Ez nem helyes. Ha valójában vétkeztünk, akkor meg kell bocsájtanunk, és tovább menni, és rendezni az ügyeinket. Hát
Pál apostol rendkívül tanúságos módon mondja, hogy Evodiát intem, és Szintikét is intem. Hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Az Úr az egységet szereti. Az Úr az egységre küld áldást. És hol van? A gyülekezetben van az áldás. Tehát az az első és legfontosabb, hogy a gyülekezeteinkben áldás legyen. És ezzel nem hibázik, meg is van. De van, hogy otthon hibáznak dolgok. És bizony vigyáznod kell, hogy a házad ne a, inkább a kősziklára építessék, és ne a fővényre. Ha a kősziklára építed a házadat, akkor nem fog összedőlni a házad. Mert néhány ház összedől, és nagy a romlása annak. És aki kősziklára építi a házat, az nem fog meginogni. Lehet, hogy vannak próbái és nehézségei, de nem fog meginogni. A legtöbbször elmondjuk, hogy minket miért ért ez és az. De Pál apostol azt mondja, hogy legyen egyetértés az Úrban. Látjátok, felolvastam a János 17-ben ezt a csodálatos egységet, és azt mondta ugye Jézus, hogy az Atya én bennem, és én az Atyában. Hatalmas egységben van a Szent Háromság. Soha egyik a másikra nem orrol. Jézus nem mondja, ó, Atyám, sokkal többet adhattál volna nekem. Az Atya sem mondja, ó, Szent Szellem, nem végezted el a munkát, nem csináltál ezt, nem csináltál azt. Soha nem tudunk ilyet. Hatalmas egység van. Hatalmas egység a Szent Háromságban. Nekünk is erre kell törekedni, hogy néha megmondjuk jól a magunkét, és mi az emberek egymást leteremtik, leszídják, és káromolják egymást, de igazából az igazság mindig középen van. Szoktam mondani, van a botnak az egyik vége, a másik vége, és talán középen az igazság. Tehát a apostol kimondja, amit úgyis mindenki tud, az egy kis gyülekezet volt ez a Filippi, és hát azt mondja, nem általánosít, de azt mondja, hogy az Úrban legyen köztetek egység és békesség, inti őket, inti az Úrban. Tehát néhány ember nem szereti fogadni az intést, a kiigazítást, mert úgy véli, hogy mindig neki van igaza. De ilyenkor gondolj arra, hogy a másik szemszögéből is kell látni a helyzetet. És az apostol egyszerűen azt mondja, nem célozgat, nem mondja, hogy némelyek, nevén nevezi, Evódia és Szintike, nem jó viselkednek, viszálykodnak, és az egységet megtörik. És az lehet, hogy a házasságban van, lehet, hogy a szülői kapcsolatban, lehet, hogy a társadalom bármely szférájában. Nem kipelengérezi őket, nem szégyeníti meg őket, hogy mit csinálnak. Ez az Új Szövetség eredeti szövegében zsönyörű kijelentés. Kéri őket, és kérleli, és biztassa, és bátorítsa őket, hogy az Úrban, mert az ő neveik fel van írva az élet könyvében, és ezt már nem engedhetik meg maguknak, ezt a kilengést, mert a sátán be fog jönni, mert a sátán csak úgy tud bejönni az életünkbe, ha mi kinyissuk az ajtót neki. Tehát nem kipelengérezi Pál apostol. Csodálatos. Pál kérleli és biztassa ezt a két veszekedő asszony. Hangsúlyozom, én nem csak a két asszonyról beszélek, ez egy csodálatos példa. Itt vannak, Filippibe, ott vannak a gyülekezetbe. Én nem tudom, hogy neked van-e valami problémád, de mindegyikünkkel előfordul kis nézeteltérés a családban, a munkáján, a környezetben és a társadalomban. Hát az nem jó egy gyülekezetnek se, és a házasságunknak se, és a szülő-gyerek kapcsolatnak se, és nem is kedves Istennek, és nem is igeszerű, amikor mi ugye nem vagyunk egyetértésben. És hát Pál apostol azt mondja, hogy merjél megváltozni, és akarjál megváltozni, mert ez már nem jó így tovább, mert a te életed, ugye a te neved fel van írva az élet könyvébe, és tegyél érte valamit, és legyél szelíd lelkű, és hajtsd meg magad Isten előtt, és legyél alázatos, és a te szelíd lelkűséged ismert legyen minden ember előtt. Pál, kérleli és biztassa a veszekedőket, itt a két asszony. Én nem a két asszony mondom, én ma téged biztatlak és bátorítlak,
akármilyen kapcsolatban van surlódásod, hogy ne maradj meg ebbe az állapotba, mert nem jó se neked, se a környezetednek, és nem igeszerű, és nem kedves Istennek, és merjél megváltozni, és akar, és Istennek azt mondod, Uram, én ebből ki akarok jönni, és segíts nekem, egyedül nem megy, Isten fog segíteni. És mindkettőt inti Pál apostol, figyelek? Nem ad egyiknek sem, nem keresi, hogy kinek volt igaza, hogy ki kezdte ezt el. Arról beszél itt Pál apostol, hogy most akkor csak Evódiát intem, vagy csak Szintikét. Nem. Nem elemzi, hogy ki a hibás, és kivel folytatódott. Úgy sem lehet megállapítani a legtöbbször, mindig kettőn áll a válság, hisz hogyan járnak ketten együtt, ha nem egyeznek. És mindkettőt kéri Pál apostol, hogy mozduljanak. Mind a kettő itt van a Szentírásban. És azzal kezdi, mielőtt még intene, hogy együtt küzdöttünk az evangélium igéért. És ebben egyek voltunk. És hát most legalább elvileg kezdjetek már egymáshoz közeledni. Mert a veszekedés, a viszály megrontotta ezt a kapcsolatot. Aztán, hát ez egy nagyon nyomós érv, hogy fel van írva a neved az élet könyvébe. Hát ettől hatalmasabb dolgot nem is kaphatunk. Hát akkor kedvesen emlékezteti őket, hogy mozduljanak. És többször is előfordul ez a rövid szakasz és kifejezés az Úrban, hogy az Úrban Evódia és Szintike. Isten végtelen kegyelméből került be az Úrba. Evódia és Szintike. És hát közösségbe kerültek az élő Istennel. És hogy ezt ne engedjék meg maguknak, hogy a sátán uralja az ő kapcsolatukat. És én is azt mondom, hogy ne engedd meg, hogy uralja a házasságodat, a kapcsolatodat, a szülő-gyerek kapcsolatnak. Minden változás velünk kezdődik. Veled kezdődik a változás, veled és velem. A legtöbbször az ember arra tekint, ami a családjában van, a környezetében, a munkájában, hogy kitől várja a változást. Nem. A változás mindig velünk kell, hogy kezdődjön. Tehát, ha valami is összeköt minket, az az Úr Jézus Krisztus, az örök élet, a bevégzett munkája. És ezt komolyan kell vegyük, és az, hogy most egymással esetleg szembe került valaki egymással, hogy valaki most szembe került, akár a házastársával, akár a gyülekezeti társával, akár a gyermekével, akármilyen kapcsolatban is legyen, hát mi nekünk élni kell az Úrral való közösségbe, és ki kell békülni egymással. És ezért említi itt mindjárt az elején a Szentírásban Pál apostol, hogy maradjatok meg az Úrban, szeretteim. És akkor jön az, hogy intem mind a kettőt. Mind a kettőt inti, hogy egyetértés legyen az Úrban. Persze nekünk mindig megvan, hogy ki nincs velünk egyetértésben, nekünk törekedni kell az egységre és a békességre. Jézus Krisztus az ő kereszthalálával tette lehetővé számunkra, hogy kegyelmet kapjunk Istentől. És a mi nevünk, ez nagyon nagy dolog, hogy fel van írva az élet könyvébe, ebben az elfajult világban, hogy idegen isteneket imádnak, amikor nem tudják az emberek, hogy hogy kell üdvözíteni, és mi tudjuk, hogy hogy kell üdvözíteni. Nálunk van a királyság kulcsa, a hatalom kulcsa, az igetár nálunk van, és minden egyéb hatalmas kincsnek vagyunk a birtokában, és a legnagyobb kincs, hogy tudjuk, hogy hova van menetelünk, hogy Jézus Krisztushoz megyünk, hogy a nevünk fel van írva az élet könyvébe. És ez illetlen dolog, hogy így visszaéljünk, hogy nap mint nap veszekedés és viszálykodásnak a felnagyítása legyen az életünkben. Legyetek irgalmasok egymáshoz. Isten ezt akarja ebbe a gonosz időkbe, amikor sátán minden nap megpróbál kikérni benneteket, akkor legyetek irgalmasok, és a változás veled legyen, a te szelíd lelkűséged ismert legyen minden ember előtt. Hát így legyen, Uram, hogy ne kapjuk fel a vizet, így legyen, hogy ne azt soroljuk, hogy kiengedetlen, ki nem, és egyáltalán mi kaptunk bűnbocsánatot, tehát akkor miért esik olyan nehezünkre? Hát ha mi kaptunk, és mi kaptunk örök életet, és minden bűnünket Jézus olyan messzire vetett el, amely messze a kelet, a nyugattól van, és mi kaptunk bűnbocsánatot, akkor miért nem tudsz megbocsájtani? Miért hordozod ezeket a megbocsájtatlanságokat?
Pál apostol, aki Jézus követője volt, ugye, és az Új Szövetség kétharmadát írta, és hatalmas apostol volt. Erre int két egyszerű asszony a gyülekezetnek két imását, hogy egységben legyenek. Miért? Mert az egységben erő van. Az egységben azt is nem tudják megtörni, ha ketten egy akaratban vagyunk, bármely dolog felől. Isten ott van, és bármely dolog felől. Egy akarattal. Ezt nem lehet megtörni, azt az egységet, hát amíg többen vagyok. Kérlek, hogy bocsáss meg, és járjál egységbe, és szeretetbe. Szükség van arra, hogy megbocsáss. Szükség van arra, hogy kigyere a gyermek cipőből. Szükség van, hogy felnövekedjél. Tudjuk, hogy két fejezet előtte részletesen leírta apostol az egész menetét, hogy van vigasztalás Krisztusban, és ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, néha szeret mindent le lehet elérni, és akkor vigasztalás Krisztusban, és szeretetből fakadó figyelmeztetés. Szeliden, Jézus is szeliden vezet minket, és figyelmeztet minket. Irgalom és könyörületesség van Isten igéjében és Jézusban. És azt mondja, hogy teljessé tegyük az örömöt. Örömöt, ugye? Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Ó, de hát ha nincs egység, akkor nincs öröm ám, akkor az ellenség valami kukkot szort oda be az egységbe, és azt mondja, hogy ugyanaz a szeretet legyen bennetek. Vagyis egyet akarva törekedjetek, hogy ne önzésből tegyetek semmit, hanem alázattal, különnek tartsátok egymás magatoknál. És senki ne keresse a maga hasznát. A legtöbbször a saját sérelmeinket stigulázzuk. Hát Pál apostol arra int minket, hogy hát legyünk egységben, és legyünk békességben. És nem úgy int, azt mondja, szerelmeseim, hanem azt mondja, drágáim, szíveim. Az Úr is szeret titeket. Én is szeretlek titeket. Hát járjatok már egységbe. Hát nem szabad ezeket tenni. Hát együtt küzdöttetek, akkor most miért mennétek szét? És miért van köztetek nem egység és békesség? Veled kezdődjön, légy te alázatos, légy kicsiny a magad szem előtt. Néha háborognak az emberek, nekem van igazam, mindenki nekem hajoljon meg. Ezt tudod, ez egy kicsi zsarolás is ám a másik szeretetével. Nem szabad visszaérnünk. Sem a családunk, sem a házastársunk, sem a gyerekünk alázatával, szeretetével. Ne zsaroljuk egymást. Ez nem jó, hanem különnek tartsuk a másikat is. Az az indulat legyen bennünk, amely a Krisztus Jézusban volt. Hát milyen indulat volt Jézusban? Egyetlen egyszer tudom, hogy Jézusban indulat volt, amikor a kufárokat kiüldözi a templomból, akik a szent helyről, ugye, egy vásárt csinálta. Mindennek megvan a helye és ideje. És Jézus Krisztus akkor volt egy indulatos. De amikor őt megostorozták, megverték, leköpték oldalról, mindent vertek és csináltak vele és üldözték, nem volt indulatos. Mint a bálány mészárszékre vitetek. Szája nem nyitotta meg, nem durcáskodott, nem sértődött. Ezért Pál apostol ennek a két egyszerű asszonynak azt mondja, hogy hát intelek benneteket. Miért? Hogy egyetértésbe legyetek. Hát miért nem vagytok egyetértésbe? Igaz szolgatársaim, csak egy pici intés van. Tehát figyeljünk erre ide, mert Isten nem fog téged lehordani, megengedi, hogy beenged a neheztelést, beenged a haragot, de ő azt szeretné, hogy az evangélium dolgával küzdjél, és legyen békesség, és szelíd lelkűvé váljál. Lehet, hogy külsőleg nagyon szelíd lelkű vagy, de belül tele vagy indulatokkal. Ezeket le kell vetkőznöd, és töltse be a szívedet a szeretet. És jellemző az apostolra, hogy meg akarja ezt a békülést ugye könnyíteni, és azt mondja, hogy hát, béküljetek meg, hát egy közvetítő is lehet, hogy kellene. Néha kell a segítség, néha kell a pásztori jó szó, kell a pásztorbot, nem úgy, hogy elverje a nyájat, hanem az, hogy a pásztorbotban ott van a hatalom, ott van az intés, a fedés, a buzdítás, egy őrálló megfújja a trombitát, és kinyissa a szíveket, és
a fejekben világosságot ad, hogy ez nem egy helyes út, ez nem a világosság útja, hanem hogy béküljünk meg egymással, béküljetek meg egymással, és hát főleg együtt küzdünk az evangéliumért, ne engedd, hogy a családodat kirabolja Sátán, ne engedd, hogy a házasságodat kirabolja, ne engedd, hogy a baráti kapcsolatodat, hát ehhez kell a segítség. És lehet, hogy azt mondod, hát én nem fogok bocsánatot kérni, és engem bántottak meg. Ezek olyan műdolgok, megmondom őszintén, nem olyan nagy dolog bocsánatot kérni. Én sokszor azért is bocsánatot kértem, amit nem követtem el. Nem esett le róla se a kalap, nem lettem kisebb senki szemébe. Lehet, hogy akitől bocsánatot kértem, azt hitte, hogy valami nem stimmel velem. De úgy nézett ki az ő szemébe, hogy én lent vagyok a tengerszint alatt 500 méterre. Nem. Én úgy érzem, hogy ráléptem arra a problémára. Én megtettem, még amit nem is kellett volna. És boldogok a békességre teremtők, ugye? Mert ők Isten fiainak mondatnak, hogy a Máté 5-ben van. Tehát békesség, békesség kell legyen a házadba, az életedbe. Ez egy szép feladat, de nehéz és kényes feladat békességet tenni. A legtöbbször a nőtől várják el, de igenis az egész családnak ez hozzá kell járulnia, akár a munkahelyen is. Legyél te egy békesség hírvivő és teremtő, és lehet, hogy úgy néz ki, hogy te alázkodtál meg, de tudd, hogy az alázatos kap több kegyelmet. És szép feladat, de egységről beszélek, nem képmutatásról, hanem hiteles, hogy az emberek azt lássák, hogy te hitelesen beszélsz, hogy a szíved teljességéből szól a szájad, és nem képmutatás. És legyél egy teherbíró, így is mondhatnám, nem szörnyűködő, nem botránkozunk, mert az leállítja a kenetet, és a kapcsolatokat is szétveri a megbotránkozás. De az igazi egyetértés nagyon fontos az Úrban, mert az Úr elrendelte az egységet a mi életünkben. És csak egységben tudja véghez vinni. Ha az űrzavar van, és visszájkodásunk, a Sátán fog lopni, és látják, hogy nagyon-nagyon gonosz. Sátántól való. Tolvaj nem egyébért jön. Lopjon ön és pusztítson. Hosszú távon ez el fog tőled kérni valamit. Ez hosszú távon nem fogja bírni se a szíved, sem az egyáltalán semmi sem. Tehát Pál apostol nem ítéli el, mi sem ítélünk el senkit. Evódiát és Szintikét, tehát nem az egymás akarata előtt, hogy hajoljanak el meg, hanem az Pál apostolnak az akarata, hogy egyetértésben legyenek. Én is már azt mondom, hogy légy egyetértésben a közösségeddel, a kapcsolatoddal, a családoddal, a férjeddel, a feleségeddel. És nem arról szól, hogy a gyengébb beadja a derekát. És még csak nem is az, hogy a békesség kedvéért jóval lenyelem ezt, és akkor mindig nyer. Nem. Mind a két félnek kell. Szeretetben, békességben. Ebből lesz az igazi, valóságos megtérés. Mert legyen közöttünk egyetértés az Úrban. Károli úgy fordítja, hogy egyenlő indulattal legyetek az Úrban. Károli Gáspár úr. Így fordította a Szentírásban. Egyenlő indulattal legyetek az Úrban. Hát munkálkodjon benned Jézus Krisztus, az Úr, és ne párbajozzatok egymással. Meghajolni Jézus előtt, az egy csodálatos dolog. De azt is jelenti, hogy a haragosommal kibékülök. Hisz valamikor együtt hirdettük az igét. Ha miért haragszol annyira X-re és Y-ra? Miért nem tudsz megbékélni vele? Miért zavar téged? Miért? Ez büszkeség, kevéssé. Legyetek alázatosak. Mert akkor nagy lecsegés és ropogás fog jönni. És össze kell törnünk bennünk a büszkeség. Legyünk kicsik a magunk szem előtt. Az önérzetesség. Mert ez Istennek utálatos, amikor viszálykodnak az emberek. Eznek össze kell törni bennünk. És a feszültség, a vita, a békétlenség az mindenütt támad, és nézz ki, vagy nyisd ki a tévét, vagy rádiót, vagy menjél ki, csak vezessél, hogy miket kiabálnak rád és ránk, és a családban, a házasságban, a nemzedékekben, a munkahelyen, és néhány elvált a megbocsátatlanságot, a visszájkodást, a neheztelést. Pál apostolhoz hasonlóan nekünk meg kell oldani. Mi probléma megoldó emberek is vagyunk az ige által,
és a megoldáshoz az Úrban jutunk kell, és Jézus előtt meg kell hajolni mindannyiunknak. Aki az Úr előtt meg tudja magát alázni, annak sokkal könnyebb megalázkodni az emberek előtt is, és más emberek előtt. Hát, én soha nem mondom azt, hogy Uram, neked nincs igazad. Úgy van, Uram, mint a síró főniciai asszony, azt mondta, hogy egy kutyának nem jár semmi. Azt mondta az alázatos asszony, Uram, de nekem csak egy morzsára van szükségem. Nekem az a morzsa elég. Legyünk mi alázatosak. Sissuk ki a szívünket. Néhányan tiszkörömmel ragaszkodnak a maguk igazához. És ebből viszály jön, marad és lesz. És fontos az Úr Jézusban való egyetértés a szülők között, a házastársak között, és minden egyes kapcsolatban. Ez a házasság érdekében is rendkívül fontos. És nagyon fontos a házasságban is, hogy egységbe legyünk, hogy a szülő gyereke. Ha csak a házasságot nézzük, a társunk 9000-szeres áldás. 1000, 2000, 10000 tud megfutamítani. És az én társam az egy 9000-szeres áldás a számomra. Mert bármiben, amivel egy akaraton vagyunk, megadja az én mennyei atyám. Bármilyen témában, rendkívül fontos. Ha ketten közületek egy akaraton lesznek a Földön, mindenben, amit csak kérnek, megadja az én mennyei atyám, ugye a Máté 18-19 mondja. És egyetértés. Ma azt javaslom, de van haragosod, vagy nem vagy valakivel egységben, ma vedd a szívedre Pál apostol Evódiát intette, és Szintikét is megintette, hogy legyen közöttük egyetértés. És itt nincs férfi, nincs nő, nincs görög, nincs zsidó, egyek vagyunk Krisztus Jézusban. Hát teljesen mindegy, hogy kiről szól ez, nekünk szelíd lelkűnek kell válni, örülni az Úrban, meg kell bocsájtani, és mindegy, hogy Evódia vagy Szintike helyében vagy egységbe lépjél. Házasságban, szülő-gyerek kapcsolatban a gyerekeknek tisztelni kell a szüleiket, néhány gyerek nem tiszteli, ez pedig nagyon komoly dolog, mert a Szentírásban benne van, hogy tiszteld apádat és anyádat. Ez az első parancsolat ígérete, hogy mindenben jó legyen dolgod, hogy hosszú életű légy a Földön. Nekünk tisztelni kell a szüleinket, már akinek él. Hát, Uram, könyörülj rajtunk. És ha most valakit ez eltalált, ez az ige, vagy megtalált, kérlek, Uram, adja ez előtt bátorságot még ma, tegyél képessé mindenkit, hogy változás jön erről az életünkben. És mindenki életében, úgy a társadalom, a gyülekezetünk, a házasságunk, a szülő-gyerek kapcsolatban, a baráti kapcsolatban, könyörgünk, hogy Uram, ne legyenek bajkeverők, és otthon se támadjon feszültség és békétlenség, hanem áradjon rajtad keresztül a békesség, és a békesség Istene roncsa meg a sátánt a lábad alatt. És béküljetek meg egymással, és örüljetek az Úrban mindenkor, mindenkor örüljetek, hogy ne kapjunk intést a mi Urunktól, és hogy egységben legyünk. Az egység titka a szeretet, és ezt gyakoroljuk, mert ez az új szövetség egyetlen parancsolata. Dicsőség Istennek. Amen. 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 Amen.